Jó napot kívánok, kedves nézőink, kedves hallgatóink, attól függően, hogy rádión hallgatnak minket, illetve interneten, és vagy interneten keresztül néznek. Ugye erre is van lehetőség, rádiót az adásban, vagy a Bézs Rádió honlapján bármikor meg lehet hallgatni a műsorunkat, és azon kívül az interneten, ha rákeresnek a YouTube-on, ott is megtalálnak minket. Kis Katalin és Tóth Zoltán köszönti Önöket. Ma egy olyan adással készültünk, ahol a múlt héten voltunk ezen a vidéken, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, egy baráti házaspárral jártunk a Csalók közben. Ugye ezt a vidéket a magyar turisták nem nagyon látogatják, ezt a helyszínen a magyarok, nagyon sok magyar él ezen a részen, panaszolták is, hogy zömében osztrák, cseh és hát országon belül tehát szlovák turisták vannak, alig fordul elő, hogy magyarok átmennek oda, pedig hát nincs messze, és ha Komáromnál lépik át a határt, akkor onnantól kezdve Szlovákiában remek utak vannak. Nem volt ezen a részen nekünk szerencsénk autópályához, ezért nem is kellett külön autópályajegyet vásárolnunk, de végig a kétszer egy sávos utak remek állapotban vannak. Tehát azért mondanám, hogy a Csalók közbe mentünk, a kíváncsiságunk fő oka az volt, hogy már a magyar oldalról megnéztük a Bősi vízlépcsőt, és szerettük volna a szlovák oldalról is megnézni, hogy milyen lesz. A barátaink, akikkel együtt mentünk, ők meg nem is látták, nem jártak ennél a vízlépcsőnél, tehát irány a Csalóköz, irány Bős, és mindent meg kell nézni ezen a környéken. Erről fogunk ma beszélgetni Önökkel. Ezen a vidéken, ugye mindenkinek először a Duna jut eszébe, teljes joggal, hiszen ez a vízlépcső itt épült, itt nagyon sok ága van a Dunának, és hát a Dunáról mindig a kék Duna keringő. De meg kell, hogy mondjam, hogy rengeteg mindent lehet itt tapasztalni. Mondanék egy-két dolgot azért a helyszínről. Ugye a Csalóköz, az a Dunának a szlovákiai oldalán lévő része, ez tulajdonképpen a Kisalföld egy része. Ugyanúgy, ahogy a magyar oldalon ezt Szigetköznek hívják, itt Csalóköz a neve. Nagyon szép vidék, nagyon változatos a domborzata, és hát nagyon sok ága van a Dunának, amelyik itt folyik, és itt vannak azok a területek, ahol a Duna duzzasztása történik ezzel a vízlépcsővel. Természetesen most is azért készültünk előre az indulás előtt is, hogy hova megyünk, és hát ezt többnyire most már nem többnyire, minden alkalommal az internetről szedjük a tudásunkat, sokkal egyszerűbb, mint egy úti könyvet, ami esetleg 15-20 évvel ezelőtt íródott, mint a friss tudású internet. Tehát azt írja az internet, hogy a Kisalföld szlovákiai részén terülvel ez az a Csalóköz, a Dunától északra, a Pozsonytól délre, a Duna és a Kis-Duna és a Vág-Duna határolja. Pozsonytól, amelynek egy kis része a Csalóközben van, ha ott autóznak, észre fogják venni, hogy egyszer csak ki van írva, hogy Bratislava, és az már tényleg Pozsonyhoz tartozik. Tehát Komárom és Pozsony között van ez a rész. Ez a legnépesebb terület, vagy hogy hívják ezt, városa, az Komárom, illetve hát ugye Komárno szlovákul, de hát ugyanaz a város, csak keresztül folyik rajta a Duna meg a határ. A Csalóköz legnagyobb része az a Dunaszerdahelyi járás része. Dunaszerdahelyről már beszéltünk itt a műsorban, egy régebbi adásban. Szép város, fürdője van, mindene van Dunaszerdahelynek. Egy nagyon kulturált európai kisváros. A Csalóköz Európa legnagyobb szárazföldi szigete. A folyóköveste síkság Szlovákia legtermékenyebb területei közé tartozik.
itt található Szlovákia legnagyobb föld alatti vízkészlete. A Duna föld alatti hordalékaiban van ez a vízkészlet. A terület termálvizeinek ásványi anyagtartalma igen kedvező. Mint ahogy említettem, ugye, hogy Dunaszerdahelyen is van egy gyógyfürdő, kicsit följebb is van egy sósvízű gyógyfürdő, és Komáromban, illetve Komárnóban is van egy gyógyfürdő. Kisebb falvakban, településeken is vannak gyógyfürdők, de azt nézzék meg a térképen inkább. A Csalóköz 1918-ig a Magyar Királyság szerves részét képezte, megosztva Pozsony és Komárom vármegye között. Lakossága az 1940-es évek második felében történt kibetelepítések ellenére is döntő többségében magyar. Nevét valószínűleg egykor a Dunában torkoló Csaló folyótól kapta, mely nagyjából a mai Kis-Duna helyén folyhatott, és a török eredetű szónak vélnek ezt a Csalót. Hát, na igen, azért ez kérdések szerintem, de biztos nekik van igazuk. Egyes mondák szerint egykor a tündérek birodalma volt, bővelkedett ez természeti kincsekben, azért is nevezték aranykertnek. A legkorábbi ismert középkori térképábrázolásunk Somorja után Insulai Santa Maria Dicitur Magna néven szerepelt, később pedig Győr után, várjunk, csak nem tudom elolvasni, Insula Jaurim Magnadik, ez volt a neve. Az árvízvédelem ismert rende kezdetei egészen a 15. századig nyúlnak vissza, amikor Zsigmond király elrendelte a Somorjai gát megépítését. A tervszerű árvízvédelem azonban csak a 19. században kezdődött el. A belvízvezető csatornák építése 1854-ben kezdődött, és hosszú évtizedeken át folytatódott. A legöregebb mocsári növényvízitóp a Csicsói területen eredetileg Dunai ág folyamában eliszapozott eredménye. Még nagyon sok mindent lehet a Csalóközről elmondani. Nézzék meg, gyönyörű a vidék, rengeteg madár van, rengeteg mindenféle hattyúk, ugye mindenhol elterjednek, mindenféle van, nagyon szép környezet. Néhány szót a történelemről. A honfoglaláskor Lél törzse szállta meg ezt a területet. A mai Holták területét először a középkorban IV. Béla király 1268-ból származó adományozó levelében említik. Ebben az időszakban indult a terület benépesítése is. Mátyás korának Nagymegyer környéke volt a kedvenc vadászó területe, Komáromban pedig kedvenc hajója állomásozott a királynak. 1506-ban első Miksa német-római császár megtámadta és felprédálta Nyugat-Magyarországot, Burgerlandot, Pozsonyt, Sopront és a Csaló közt, hogy érvényt szerezzen dinasztikus érdekeinek a magyar trónt illetőleg. A török megszállás alatt Csaló közt Pozsonyt és a budai pasát is kiszolgálta. A csapatok felvonulási területe is itt volt. Rengeteg portja folyt ezen a területen. 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeie csalóközi vonatkozásai közé tartozik, a Somorja melletti pipagyújtónál történt kisebb ütközet is. A magyar honvédek állásokat építettek, amikor egy kis létszámú osztrák csapat rájuk támadt. 7 magyar katona meghalt, és a csárdát felgyújtották. Állítólag Jókai Mór egy itt történt úgynevezett tápióbicskei csatában megölt egy osztrák ezredest, egy magyar ezredes. Állítólag Jókai róluk mintázta a kőszívű ember fiaiból jól ismert Baradlai Palvic párbajt. Nagyobb csaták azonban nem voltak. 1918-ban Csehszlovákiához került ez a színmagyar terület.
földreformot hajtottak végre, amelynek következményeként ide özönöltek a csehek, a morvák, a szlovákok, akik az úgynevezett kolóniákat alkották. 1938-ban a területet visszacsatolták Magyarországhoz, majd a II. Világháború után ismét a kegyetlenség évei következtek. A deportálások és a lakosságcsere egyezmény keretében több ezer magyar család volt kénytelen elhagyni szülőföldjét. Házaikba idegen telepesek költöztek. Zárójelben megemlítem, hogy a Szlovákia, Csehszlovákiából kitelepített magyarok egy része Budaörsre kényszer költözött. A ott maradt magyarokkal találkozni fognak, ha elmennek ide. Nagyon érdekes és nagyon kedves élményünk volt, hogy bárhova mentünk, és bármi kérdésünk vagy problémánk volt, akkor mindenki tudott magyarul válaszolni, mindenki vállalta azt, hogyha nem is tudott tökéletesen, nem anyanyelve a magyar, akkor is tud magyarul, vagy ha ne egy Isten véletlenül nem tud magyarul, mert elég meglepő volt, mert ilyennel egyetlen egyel találkoztunk. Ő viszont rögtön elment a kolléganőjének szól, mondta, hogy várjunk, hogy szólt a kolléganőjének, aki tud magyarul, hogy ő segítsen nekünk. Nagyon segítőkészek voltak, bárhova mentünk, csak azért, mert eltévedtünk, ilyen is volt, de ez nem az útviszonyok miatt volt, hanem azért, például azért tévedtünk el, mert az egyik utat éppen újítják, és nem igazodtunk el eléggé abban a faluban. De nagyon kellemes élményünk volt, hogy tartják a magyarságukat, nem szégyelik. És a szlovákok, ugye, mert teljesen vegyes a lakosság természetesen, ugyanúgy hajlandóak egy kicsit magyarul beszélni, mint ahogy az ottani magyarok tökéletesen tudnak szlovákul, hiszen szlovák állampolgárok. Egy kicsit lehetne most főzni, mert annyi okosságot mondtunk most. Igen, lehetne főzni. Én a mai alkalommal a következő szlovák ételekkel készültem. A brinza, a káposzta, a halak, a krumpli, a vathús és a knédli. Tehát ezek azok az ételek, amelyeket szlováknak tekintünk, de hozzá kell tenni, hogy itt a Burgerland felső Magyarország, vagy nem tudom, a szlovák magyarok lakta területei, illetőleg a magyar konyha rendkívül közel áll egymáshoz. Tehát ebben vannak némi szakmai viták, hogy akkor melyik az igazi szlovák vagy magyar étel. Én azt mondanám, ennek a térségnek gyakorlatilag egy konyhája van, azonban a különböző nemzetiségek maguknak tulajdonítanak különböző ételeket. Így egyértelmű, hogy a brinza, a jutúró, az kifejezetten szlovák ételnek számít. Kivéve azonban... ott a Lipton gyertyák, nem? Igen, mert a liptói az kiemelkedik ebből a jutúró családból, és én reggelire mindenképpen ajánlanám önöknek, hogy fogyasszanak jutúrót. A jutúró lényegesen különbözik ízvilágra és állagra is a tehéntúrótól. Egyrészt sokkal erőteljesebb íze van, savanykásabb és képlékenyebb, mint a tehéntúró. És nagyon jó leső a reggelihez, hogyha egy kis zöld erős paprikát eszünk, vagy ha valaki ezt nem szereti, akkor egyen hozzá sárga tévépaprikát, és a paradicsom pedig tavasszal, nyáron egészen kiváló eledel a brinzához. Természetesen van magyar jutúró is, amelyet leginkább az Alföldön állítanak elő. A kettő között az a különbség, hogy a brinza az egy kicsit sósabb, vagy erőteljesebb ízű, csípősebb, mint a magyar jutúró. Van ennek egy különleges változata,
a brinzának, mégpedig az, ahol erős paprikát nyomnak bele az érlelődő túróba, és ettől tényleg rendkívül pikáns és különleges íze lesz neki. Az én nagyszüleim azok Gyoma Endrődről, ugye korabeli nevén Endrődről származnak, ide is Szlovákiából telepítettek át magyarokat, és ők imádják ezt a erős paprikával kompletírozott, vagy kiegészített jutúrót, és gyerekkoromban ezt én is nagyon, nagyon szerettem. Szerintem most is szeretett, csak azóta sok csak most nincs, igen. A másik ilyen szlovák étel, amit tudok ajánlani, az a jutúró és a tehéntúróval együttesen elkészített körözött. Ezt ugye magyar ételnek is tekintjük, de Szlovákiában is roppant népszerű. A fő kérdés az, hogy milyen arányba keverjük össze a jutúrót a tehéntúróval. Én fele-fele arányba szoktam összekeverni, mindenképpen teszek bele köménymagot, mégpedig egész köménymagot szórok bele. Ez persze egy kicsit igényli, hogy egy napig hagyjuk állni, amíg így jobban átmegy, de én nagyon szeretem azt, amikor rá lehet harapni egy egész kömény magra. Viszont vannak, akik kifejezetten emiatt nem kedvelik a körözöttet. Igen. Mert már nagyon hosszú évek óta nem mondtuk el, hogy az Ínyes Mester szakács könyvében egy másfajta körözött készítési mód van, és szerintem abban az a jó pofa, hogy akinek egy kicsit kényes a gyomra, az azt jobban meg tudja emészteni. Mert igen, ott az a különbség, hogy a legkevesebben a jutúró, tehát mondjuk egyharmada jutúró, egyharmada tehéntúró, és egyharmad vaj. Ugye igen, az egész igen, kicsit lazább lesz, kicsit könnyedébb lesz, köménymagot ő is tesz bele, és tesz bele kaprigogyót, ugye a kaprigogyó nagyon picike, de még azt azért félbevágni, hogy jobban átjárják az ízek, és amellett útkorjában valamelyik baráti társaságban a fiúk, akik olyasmikorúak, mint te, azt mondták, hogy ők, hogyha összejönnek körözött partira, akkor minimum 8-féle módon elkészített körözöttet visznek a különböző férfiak a bulira. Igen, ahány ház, annyiféle körözött. Nyugodtan tessék gyakorolni és kipróbálni mindenféle. Igen. Nézzünk akkor egy harmadikat. Ez az ecetes, erős paprika megtöltve jutúróval. Ez egy egészen kellemetes előétel is lehet akár. Aki mondjuk nem szereti az erős zöld paprikát, az nyugodtan sárga tévépaprikába, vagy netalán kápia paprikába is beletöltheti a brinzát. Végül pedig a leghíresebb brinza étel, az, amit brinza haluskinak neveznek Szlovákiában. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nokedlit összekevernek jutúróval, és ezt mielőtt beteszik a sütőbe, apróra vágott szalonnakockákkal gazdagítják, és esetleg még egy kis sós tejfölt is tesznek rá. Ez egy egészen kitűnő étel, főleg egytál ételeket, mondjuk akár egy halászlét, vagy egy ragulevest követően kiváló második étkezés. Ezek voltak akkor a brinza különböző elkészítési formái. Bocsánat, azért azt mondjuk el, hogy ez a brinza haluski, ez magyarul strapacskának hívjuk. Hogy ez milyen nyelven van, azt nem tudom, de azt tudom, hogy az étteremben, ahol voltunk, ott a pincérnő, aki kihívta a szakácsnőt, mert az jobban tudott magyarul, és ő azt mondta, hogy ők nem hívják strapacskának, ők csak haluskénak hívják. Vannak a nyelvekben különbségek. Még mondasz most ételt, vagy még beszélgessünk másról? Mondhatok egyet, ami egy híres szlovák alapanyag, az a káposzta.
A káposzta ugye nagyon jól megterem minden ilyen regionális alföldön, és ez egészen kitűnően, sokféle módon elkészíthető. A legegyszerűbb módszer, amit én nagyon kedvelek, sőt, előételként is szívesen megeszem, ez a káposzta saláta. Na hát ez roppant egyszerű az elkészítési módja. A káposztát vagy lereszeljük, vagy egy késsel fölvagdossuk, vagy ha van ilyen káposzta gyalunk, akkor azon legyaluljuk. Egy egészen kevéssé megsózzuk, és forró lobogó vízbe éppen, hogy belevetjük. Nem kell a forró vízbe nem kell 2-3 percnél tovább tartani, mert nem az a célunk, hogy megfőzzük, hanem csak, hogy megenyhítsük egy kissé a roppanóságát. Ezt követően cukorból, vízből, esetleg citromból, vagy egy kis ecetből készítünk egy kis levet, ezt ráöntjük, és vidáman felfaljuk bármely étel köreteként, vagy pedig akár előételként is megehetjük. Akik nagyon ínyencek, azok egy kis egész kömény maggal is megszórják a káposzta salátát. Én úgy emlékszem, hogy a savanyúságosnál, ahol szoktunk vásárolni, ők azt mondják, hogy még egy kis babérlevél is jó bele, hogy az még nagyon dob rajta, nem? Igen, az is nagyon kellemes. Egy másik eledel a káposztából, ez a sült káposzta. Na hát ez aztán végképp egyszerű étel. Két fajta káposztából is készíthető. Az egyik, hogyha normál káposztát az előzőek elmondottak szerint fölaprítjuk, de készíthető savanyú káposztából is, amit a piaci savanyúságosnál szinte korlátlanul lehet vásárolni. Ezt ráterítjük egy tepsire, teszünk rá valamilyen zsíradékot, én mondjuk a kacsazsírt szeretem, és utána békon szeletekkel, kinyújtott békon szeletekkel betakarom ezt a káposztát, betolom a sütőbe, és nagy nyeldeklések közepette várom, hogy megsüljön és megkóstolhassam. Lehet a szalonnát kockákra is vágni, vagy lehet esetleg kolbásszal mélyíteni az ízeket. Szinte korlátlan lehetősége van a fantáziáknak az ízesítésre. Végezetül pedig a káposztalevest tudom önöknek ajánlani, amely szintén kétféle módon, akár tehát egyszerű nyers káposztából, akár savanyú káposztából készíthető. Egy nagy fej hagymát megfuttatunk valamilyen zsíradékon, amit a család enni szokott, rátesszük a káposztát, kockázunk sárgarépát, esetleg fehérrépát, néhány karika kolbásszal is kiegészíthetjük, felöntjük egy kis alaplével. Én leginkább a zöldség alaplét szeretem használni, de bármilyen, akár sertéscsontból, marhacsontból főzött csontlevessel is kiegészíthetjük. Én fekete kenyeret ajánlok önöknek, vagy rost kenyeret önöknek a káposzta leveshez. Kis tejfölt lehet rá tenni tálaláskor? Igen, tálaláskor lehet kiegészíteni. Nem érdemes előtte, mert elfő a tejföl, úgyhogy jobb, hogyha a tányérba egy kanál tejföllel díszítjük, vagy gazdagítjuk a káposztalevesünket. Hát meg lehet, hogy van, aki nem szereti bele a tejfölt, és akkor azzal nem tolunk ki, hogy kötelező tejfölt tenni. Nem kötelező. Igen, így van. Igen. Egyenek sok káposztát, akinek nem beteg a gyomra, rendkívül egészséges, és egész évben lehet kapni. Mondjuk savanyú káposztát nem, annak van szezonja valamennyi ideig, pár hónapig nem lehet kapni tavasszal, de aztán megint, most már megjelent megint a piacon rendesen. Akkor most beszéljünk egy kicsit azért, amiért mentünk, hogy megnézzük a vízlépcsőt. Igen, nézzük meg a vízlépcsőt. Leegyszerűsítve a vízlépcső megépítésének a fő erénye lett egy olyan vitorlás verseny, ugye vitorlás hajók verseny, vagy bemutató, amely
csak egy mellékszála a történetnek, de az egyik legnagyobb siker az ott a környéken lakóknak és az odajáró turistáknak, hogy Bécsből indul egy vitorláshajóverseny, és lejön hát a vízlépcső, tehát át is lépelnek a vízlépcsőkön, és állítólag ez valami gyönyörű. Ugye a vízlépcső megépült két helyen, végül is Dunacsúnynál és Bősnél. Ezek lezárják a Dunát, én ezt technikailag nem tudom elmondani önöknek pontosan, de fölolvashatom, hogy mit ír az internet. Tehát a Duna magyarországi és szlovákiai közös szakaszának komplex hasznosítására tervezett építmény ez a vízlépcsőrendszer. A vízlépcső létesítésének célja az energiatermelés, a hajózhatóság biztosítása, az árvízvédelem és a területfejlesztés volt. A létesítmény tervezett főbb egységei Dunacsúny és Dunakiliti mellett létesített két mederzáró duzzasztómű, a Körtvéresi Somorjai víztározóval, a Csallóközön végighúzódó üzemvíz csatorna közepén a Bősi erőművel és Nagymaros térségében a Nagymarosi vízlépcső, ami végül nem épült meg. A Bősi erőmű első ütemét 1986-ban, a Nagymarosi erőmű utolsó egységét pedig 1990-ben kellett volna üzembe helyezni. Eredeti formájában végül sosem valósult meg, mivel a magyar kormány a környezetvédek és a civilek tiltakozásának hatására 1989-ben leállította a magyarországi építkezéseket. A csehszlovák oldalon tovább épült, és ma már lelkesen termeli a Bősi erőmű az áramot. Különböző adatok vannak az interneten is, hogy Szlovákia áramszükségletének minimum a 10%-át termeli ez az egy vízi erőmű, amiről itt most szó van. Amit meg lehet, nem akarok a többi részéről, a Magyarország részéről mást mondani, mindenki utána tud nézni. Én nagyon sajnálom, hogy nem épült meg tovább a magyar részen. Fantasztikus fejlődés van Szlovákiában ezen a vidéken. Én nem tudom, te hogy érezted, mi előtte nem nagyon jártunk ezen a környéken, de hát láttuk Szlovákiának a részeit különböző helyeken. Hát ez maga Európa. Szóval ezt tudomásul kell venni, hogy ez akkora fejlődést jelentett itt Szlovákiában, és ahogy az ember áll ezen a, ugye végig lehet menni ezen a vízzárógáton, ami ugye a legjobb az a Bősi, végig lehet gyalogolni, ez legalább egy 2 kilométeres beton. Monstrum. Nem, monstrum, igen, bár nem sok látszik ki a vízből, mert ugye az ember nem látja, hogy mi van a víz alatt, de hát lenyűgöző az egész, rettentő szép rend van, mindenki normálisan dolgozik, és közben tűri, hogy a turisták ott, sőt, szívesen segítenek, és nekünk őrült nagy szerencsénk volt, mikor odaértünk, akkor láttuk, hogy épp egy második üdülőhajó is beáll a Zsilipben. Nem jutott eszembe, igen. És elkezd zsilipelni. És hát nagy élmény. Szóval az, hogy egy ilyen folyón, mint a Duna, ekkora hajók, amik amúgy nem olyan nagyon nagyok, meg nem szennyezik annyira már a környezetet, sőt egyáltalán azt mondják, nem nagyon. Igen. De az embereknek lehetőséget ad arra, hogy utazzanak, és hogy tényleg össze van kötve a Rajna-Majna-Duna csatornán keresztül minden Európában, ez fantasztikus. És a felduzzasztott Duna, mint úgy néznek ki, mint a Balatonnak egy-egy része, ugye két ilyen nagy meder is van, ahol van duzzott. Fantasztikus élmény, gyönyörű a környezet, tisztaság van, rend van, utak vannak, végig gátak vannak építve, azon csak biciklizni lehet, mindenki biciklivel jár, mert hát minden közel van egymáshoz, és akkor kérdeztük ott van egy látogatóközpont, ennél a Bősi erőműnél,
és kérdeztük ott, hogy hogy lehet oda fölmenni, ahol a vízlépcső, még egy vízlépcsőrendszer van, ugye ez a Csúnyi, magyarul Csúnynak hívják a falut. Végig tűkös, sima aszfalton, azt hiszem egyszer találkoztunk szembe, nem egészen 20 kilométer alatt egy autóval, tehát nincsen nagy forgalom. Persze biztos nyáron nagyobb van, de gyönyörű, és akkor fölmentünk megnézni, mert ennél a vízlépcsőnél építettek egy összesen 3 kilométeres, tehát a pálya 3 kilométeres, maga a vízmeder, amit elvettek, és megcsinálták, egy vadvízi evezős pálya, és hát nagyon jól néz ki. És akkor ott mellette van szálloda, meg gyógyfürdő, meg szórakozó lehetőségek. Étterem, brinza, haluskival. Igen. És nagyon, nagyon szép minden, szóval le a kalappal, hogy lehet a nagyon magas technikai célokat úgy megoldani, hogy azok elfogadhatóak legyenek, és ne rombolják szét a környezetet látványban. Úgyhogy aztán az állatvilág az milyen, azt nem tudjuk, mi minden esetre ürgétől kezdve hattyúig mindenfélét láttunk, tehát van állatvilág, és nagyon szépen termőföldek végig-végig minden befogva a termelésben. Nagyon kellemes volt. Ha igen? Már a Dunánál vagyunk, akkor mondhatok a recepteket? Ó, nagyon jó lenne. Rendkívül gazdag halállománya van itt a Dunának, illetőleg a Dunába betorkoló kisebb folyóknak, illetőleg patakoknak. Ebből az egyik, amit megemlíthetünk, ez a sült pisztráng, amely, ha lehet, akkor úgy vegyük, hogy már ki van belezve, és a pikelyek le vannak róla súrolva. Ha nincs, vagy egyébként önmagában is szeretünk halat pucolni, akkor ennek aztán semmi akadálya, mert így olcsóbb is a szőröstől, bőröstől megvásárolt pisztránk. Egy dolgot beleszólhatok? Igen. Bocsánat, hogy természetesen ezen a vidéken is vannak kisebb patakok, és van bennük pisztránk, meg nagyobbak is, de ez egész Szlovákiára jellemző, tehát ahogy elindulunk a Tátra felé, tehát a alacsony Tátra, magas Tátra alacsonyabb részein, itt mindenhol van, és nagyon-nagyon sokféle halat esznek. Hát persze a legbüszkébbek a pisztránggal, mert az a legfinomabb ott. Igen, igen. Jó, tehát akkor a megtisztított pisztrángot vajba pároljuk. Nem kell különösebben sok vaj, tehát semmiképpen nem kell, hogy ellepje, csak egy olyan fél ujjnyi. Tehát, hogy az alja a pisztránynak benne tocsogjon a vajba. Mivel ízesíthetjük a pisztrángot? Hát leginkább fokhagymával, egy kevés sóval, petrezselyemmel, és mind a két oldalát megsütjük, szerintem 3-4 perc elegendő egy oldalon, nem kell ezt agyon főzni, vagy agyon sütni, és ezt követően pedig általában főtt krumplit tesznek mellé, köretnek. A pisztránkból, a kisebb fajtákból 2 javaslok fejenként, de a nagyobb méretű pisztránkból 1 is elég egy ebédhez. Esetleg egy harcsapaprikást, mert ott is ismerik egyébként a harcsát. Én azt javaslom önöknek, hogy a harcsát nyúzzák meg. Ha önök nem szeretnek harcsát nyúzni, akkor erre kérjék meg a halárust, megteszi minden további nélkül, nem is kell érte felárat fizetni. Azonban a harcsának a fejéből és az uszonyából, mert ezt is megvásárolhatják külön, akkor mindenképpen egy alaplevet főzzenek, és ezt az alaplevet nagyon jól lehet használni. Például, hogyha harcsapaprikást készítünk, akkor ehhez, vagy ha valami más, mondjuk halászlét készítünk, ahhoz is kiváló a harcsa fej és uszonyból készült alaplé. És megvan az az előnye, hogy nem szárkás,
Igen, ezt különösen a gyerekek örülnek ennek, hát a mi unokáink imádják a harcsát. Úgy indítjuk a harcsa paprikást, hogy egy nagy fej hagymát megdinsztelünk, mindegy, hogy milyen zsiradékban. Ezt követően rátesszük egy 5-6 percre közepes hőmérsékleten a felkockázott harcsahúst. Ezt követően piros paprikát teszünk bele, egy kis alaplét pótolunk, hogyha közben elpárolgott volna, de ezzel gyakorlatilag kész van. Megsózzuk, és már is tálalhatjuk, vagy, ami ugyanilyen jó lehetőség, befagyasztjuk a hűtőszekrénybe. És így más alkalommal csak ki kell venni. Hogyha fagyasztjuk, akkor én inkább azt ajánlom, hogy az alaplét fagyasszuk, és külön a fölkockázott nyers harcsát. Nekünk ez vált be a legjobban, hogy így. Ha valaki szereti a paprikásokat kicsit pörkölt alappal enni, akkor én a halhoz nem tenném bele a hagymába a paprikát, paradicsomot, hanem inkább fölkockázva bele a hallal együtt. Szóval nem kell, hogy teljesen pörköltös legyen, mert esetleg elnyomja a halizét, és az nem mindig olyan nagyon jó. De egyen sok halat, mert nagyon finom, és nagyon egészséges. Reggelire is javasolnék valamit, és ez a füstölt hal. Szlovákiában mindenütt lehet mindig füstölt halat kapni, részint hazai halakból, már szlovák halakból, de tehát más országokból, import tengeri halakból is lehet füstölt halat készíteni. Többfajta módon ajánlom a füstölt halnak az ő fogyasztását. Az egyik, egy kis pirítósra rátesszük a füstölt halat, lehetőleg abból az olajból is teszünk alá egy kicsit, amiben bent lakott. Ezt követően citrommal vagy citromkarikákkal savanyíthatjuk, amely egészen kiváló ízesítés. Akik a markánsabb ízeket kedvelik, azoknak javaslom, hogy egy kevés mustárt kenjenek rá, főleg, hogyha magos mustárt találnak a szekrényükbe, akkor ezt semmiképpen ne hagyják ki. Vajat tehetünk esetleg alá a kenyérre, vagy bármi mást, esetleg egy kis kefírt, vagy tejfölt, ez se bűn a füstölt hal alá tenni egy kis alapozásnak. Az elején már mondtam önöknek, hogyha itt a csalók közben autóznak, akkor nem nagyon találkoznak autópályával, bár elég sok most már az autópálya Szlovákiában, és nem nagyon drága. De hát azt tudom csak ajánlani, hogy megkockáztassák meg, hogyha fölmennek autópályára, hogy nincs matricájuk, mert elég durvák a büntetések. Úgyhogy ha útba esik, és szeretnének autópályán menni, például ha a Tátrába mennek, ott rengeteg autópálya van, érdemes ott beruházni egy, ráadásul most már náluk is interneten el lehet intézni a vásárlást, és nincsen semmi ablakra ragaszgatás meg ilyenek, hanem egyszerűen egy számítógépes rendszeren tartják nyilván, hogy melyik rendszámra van autópálya, matrica vagy nincsen. Ha esetleg több napra mennek, akkor nagyon ajánlom, hogy nézzenek körül Komáromban, magyar oldalon is, meg a szlovák oldalon is, ugye a Jókai Mór Színház, hiszen komáromi Jókai Mór, és róla van elnevezve a színház. Igen, ott született egyébként Jókai Mór. Igen, nagyon jó pofa a színház külseje. Mi sajnos csak egy napig voltunk, úgyhogy nem mentünk színházba, meg múzeumba, de Komáromban érdemes megnézni az erődöt is, az is fantasztikus, és az nagyon különleges, mert hatalmas. Tehát érdemes körülnézni, és ha tovább mennek, akkor meg ugye még szebb dolgokat a Palócföldön mennek, ugye ez mind a két oldalon van, és aztán a Felvidék és a Tátra. Tehát természeti adottságokban és szépségekben gazdag ország Szlovákia.
Még nagyon sok mondani valóm lenne, úgyhogy egy kicsit belehúzok. Az első a burgonya, magyarul krumpli. Hát ebből krumpli levest készíteni azt hiszem még a kezdő konyhatündéreknek sem túl nagy attrakció. Lényeg az, hogy valamilyen alaplébe, zöldség alaplébe megfőzzük a meghámozott, fölkockázott krumplit, zöldségeket teszünk bele, esetleg egy egész kevés kolbászkarikát, egy kis piros paprikával bolondítjuk, és ami a budaörsi krumplilevest illeti, én azt nem csak alaplével öntöm fel, hanem tejjel. Ennek az ételnek az a neve, hogy budaörsi paprikás krumpli. Egy másik lehetőség a kroket. Ez ugye szintén nem egy bonyolult étel, kell csinálni egy krumplipürét. Ugye a megfőtt krumplit egész kevés valami tejföllel vagy zsírral egy kicsit megpuhítjuk, összedaráljuk valamilyen módszer szerint, majd ezt követően, és így születik a kroket, vizes kézzel kiszaggatjuk a kroket formájú krumplipürét, és ezt behempergetjük lisztbe, tojásba, prézlibe, és kirántjuk. Ezt ugye, ez puha, tehát nem sokáig kell ezt sütni, csak éppen, hogy egy kis színt kapjon a kroketnek a burkolata. Ezt leginkább köretnek tudjuk ajánlani, de az se kizárt, hogyha tudunk nagyon jó sajtmártást készíteni, akkor akár a kroket főételnek is elmegy. Palócleves, ugye ez is hát a palócokról van elnevezve, sokan nem tudják, hogy Szlovákiában ugyanúgy van palócföld, mint ahogy az Magyarországon is van. A palóclevesnek a titka a birkahús. Ugye sok a erdő, sok a legelő, és ott a birkák nagyon szeretnek lenni, az emberek meg nagyon szeretik a birkát. Tehát a pörköltnek való húsból, ezt megmondja a hentes, hogy melyik darabja a birkának való pörköltnek, készítünk egy pörkölt alapon egy pörköltet, és ezt követően zöld babot teszünk bele, krumplit, sárgarépát, fehérrépát, rövidlére kiforraljuk, és ezt követően savanyítjuk valamivel. Az egyik lehetőség, hogy tejföllel, a másik lehetőség, hogy ecettel. Az én nagymamám mindig ecettel készítette ezt a palóclevest. Bocsánat, azért igen. Feltétlenül kell bele babérlevél a savanyításnak, ez az mindig benne van, és tárkonyos ecetet nagyon jó hozzá, azt nyugodtan lehet beletenni, hogyha valaki elfogadja, és ezt is lehet csípősen is enni, meg nem csípősen is, mert amit gyerekeink már gyerekkoruktól ették, szóval lehet ezt úgy főzni, hogy nagyon ízlik a gyerekeknek. Még két dolog van hátra, az egyik a vathús, a másik a knédli. Belefér még mind a kettő a műsoridőnkbe, mert úgy látom, hogy vége felé járunk. Amelyiket akarod, egyiket mondd el, de... Jó, akkor a knédlit mondom. Jó. Bemegyünk a boltba, veszünk knédlit, hazavisszük, és gőz fölött megpároljuk. Elég rövid voltam? Elég rövid voltál, de azért azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy úgy kell ezt párolni, hogy előtte ki kell próbálni, hogy milyen olyan edényünk és rácsunk van, ami egymással barátságban van magyarán, hogyha lábosba teszünk mondjuk 4-5 centi magasságban vizet, és akkor van egy olyan rácsunk, akár a tepsiből egy rács, akár a sütőből egy rács, bármi, ami tisztán van tartva. Vagy egy szűrőkön. Vagy egy szűrőkön. De abban mennyi fér bele? Hát ez igen, ezt már mondtad, de akkor két darab. Az a jó pofa a knédliben, hogy ma már annyira felhasználó barát, hogy most például, amikor hoztunk egy zacskó knédlit, akkor ebben már ilyen jó tenyérnyi méretű, tulajdonképpen gombóc formájú knédli van. És akkor
ezt tényleg el lehet úgy helyezni. Egyrészt nem kell mind a 8 darabot egyszerre megfőzni, mint hogyha a hosszúkáson egybe van hagyva, hanem mondjuk 2-t meg lehet így főzni, nagyon gyorsan elkészül, ugye föl kell forralni a vizet, rá kell tenni a rácson lévő knédlit, akármilyen formájú, és akkor ott hagyni a gőz fölött, 4-5 perc alatt tesz simán megfő. Ugye ez egy nagyon könnyű, nagyon laza tészta, és mindenféle mártásos húshoz remek köre. Együk vadas mártással. De akkor a vadas meg a vadételeket a következő heti műsorban fogod hosszasan elmondani, hogy a nézők is, meg hallgatók is meghallják, hogy milyen zseniálisan lehet, és milyen egyszerűen vadat készíteni, úgyhogy mindegyik fogás más ízű lesz, más lesz az ízvilága. Hát ők kell egy olyan hentest találni, akinél lehet ilyet kapni. Akkor mára befejeztük? Okay. Én is úgy érzem, lejár a műsoridőnk lassan. Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a figyelmüket, Tóth Zoltánt és Kis Katalint hallották. Találkozunk jövő héten pénteken is itt a Bizsrádióban 1 órakor, és bármikor az interneten. Viszont hallásra!